It's great to see people in the audience. Olyan nagy öröm látni ennyi embert a közönségben. This next song that we have is all about God and His great love for us. A következő dal Istenről fog szólni, és az ő hatalmas szeretetéről irántunk. And how we trust Him despite not feeling. És hogy mennyire szükséges, hogy bízzunk benne az érzelmeink ellenére. Like the path is going the way that we want it to. Még akkor is, amikor az élet nem úgy megy, ahogy mi elgondoltuk. It's a song about knowing that God wants the good in us. Isten a jót akarja bennünk, és erről szól a dal. And that He's leading us in the right direction. És ő a megfelelő irányba vezet bennünket. It's time for healing. Yeah.
breathing and let everything Yeah.
me. I'm coming back to your heart. Now I surrender. Take me. This is all I can bring. We'll be right back.
he's like trilingual here. Beszélek három nyelven, úgy ahogy. And I can pick on him. És állandóan piszkál vele. Because as of the last 6 months, this is my new son-in-law. Mert az elmúlt 6 hónapban már a veje vagyok, 6 hónapja. He's married to my daughter Shreya. A lányának vagyok a férje. So whether you like it or not, I am now married into Hungary. Ha tetszik, hanem most már Magyarországhoz tartozom. And maybe someday we'll have Hungarian grandkids. És aztán majd jönnek a magyar unokák. But not yet. Még nem. Anyway, my name is Bill Drake, and it's my great privilege to be here in Békés, Hungary. Én Bill Drake vagyok, és nagyon örülök, szolgál, hogy itt lehetek Békésen veletek. Thank you for your welcome. Köszönjük a ti szíves fogadtatásatokat. On stage, besides Benza and Soraya, this is Dilip Ratnaik on bass from Australia. Rajtunk kívül ott van Dilip Ausztráliából a basszusgitáron. Yeah. And this is Brett King from Georgia on acoustic guitar. Brett King, Georgiából, az acoustic gitáron. That was Dave Delzato on drums from Seattle, Washington. A dobos Dave Delzato, Washington, Longboard. Yeah, and the leader of our dance group is Michelle from Ohio. És Michelle a táncosok vezetője Ohioból. And you'll be hearing from her just a little bit later. Michelle fog szólni hamarabb. But one of the greatest privileges that we've had is having a Hungarians tour with us as we've toured in Hungary and Serbia. Az egyik legnagyobb kiváltság számunkra az volt, hogy volt egy magyar tagja is a csapatnak, ahogy túráztunk. And we have Attila, our OM leader. És itt van Attila, az OM-nek a vezetője. We have Ruben, our sound man. Ruben ott a hangtechnikus. And Tomás and Gergo have been helping us as well. És Tomás és Gergo, a másik két hangtechnikusunk is. And it's just an enormous joy to work with these wonderful Hungarians. És nagyszerű ezekkel a nagyszerű magyarokkal dolgozni együtt. Thank you. Köszönjük szépen. So this concert tour is called Broken and Complete. És ahogy látjátok, ezt a koncert turnéját megtörve, de mégis teljesen meghívják. The first time I was broken is when my mother told me that my father had left her for another woman. És az első alkalom, amikor igazán megtörtem, az akkor volt, amikor az apám elhagyta az egész családot egy másik nőért. I was 4 years old. 4 éves koromban. The second time I was broken was a year later when she remarried a sadistic, abusive man. A második alkalom az akkor volt, amikor egy évvel később egy szadista emberrel összeházasodott az anyám. And for 11 years I was physically abused by my stepfather. És az én nevelőapám 11 éven keresztül fizikailag bántalmazott. And the third time I was broken was when my mother came home from the hospital diagnosed with terminal cancer. És a harmadik alkalom az akkor volt, amikor az anyám hazajött a kórházból áttétes rákkal. And I remember her funeral. És emlékszem a temetésére. It was in a Catholic church. Egy katolikus templomban volt. And she was there, the casket was there in the front. Ott volt kint a koporsója. And I was on stage with the priest in a white outfit because I was the altar boy. És én pedig ott voltam fent a színpad részen egy ilyen fehér ruhában, mint egy minisztráns fiú. And the organ was making these very depressing sounds. Az orgon egy nagyon, nagyon depresszív dallamokat játszott. The whole thing was very depressing. Az egész temetés nagyon depresszív. And then all of a sudden, from with behind the pillars of the church, came these 3 acoustic guitar players and they began to sing. És aztán hirtelen a pillérek mögül 3 ilyen akusztikus gitáros kijött, és így elkezdtek énekelni és játszani. And they sang this song. És ezt a dalt énekelték. It's a Hebrew song. Ez egy héber dal. Hallelujah. 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 Én teljesen elámultam. First of all, I never heard anything like that before in that church. Először is soha az életben nem hallottam semmi ilyesmit abban a templomban. Not to mention acoustic guitars. Nem is beszélve az akusztikus gitárokról. And the sound filled the cathedral. És ez a hang betöltötte az egész katedrális. But at the same time, I asked myself, why would they do this in a funeral? De aztán megkérdeztem magamtól, hogy miért csinálnak ilyet egy temetésen? I think they're worshiping. Azt hiszem, ők dicsőítenek. Don't they know that my mom just died? Nem látják, hogy az anyám most halt meg? And it just added to my bitterness and my confusion. És ez csak egy újabb adag volt az én keserűségemnek. And I found out later that my mother had gotten permission to organize the second half of her funeral. És aztán később tudtam meg, hogy az anyám megkért, hogy hadd rendezze a második felét az ő temetésének. And she had said, don't mourn for me because I'm not in that casket. I'm in heaven with Jesus, dancing and worshiping him face to face. És azt mondta, hogy ne gyászoljatok, mert én ott vagyok Istennél szemtől szembe, és most őt imádom már fenn, nem vagyok ott a koporsóban.
I thought, you stupid woman. És akkor mondtam, te őrült nő személy. Well, you were dying, so you needed a little crutch religion, didn't you? És akkor te most így haldokolsz, és akkor szükséged van erre a mankóra, mint egy vallás, amit egy mankóra. When she used to talk about Jesus to me, I would curse her Jesus to her face. És amikor Jézusról beszélt nekem, én átkoztam a szemébe Jézust. I walked out of that church. És akkor én abból a templomból így kisétáltam. And I trashed my life. És leúztam az életemet a... And for the next four years I committed myself to all kinds of sin. És 4 éven keresztül mindenféle bűnöknek éltem. Joined rock and roll bands and I played in nightclubs. Éjszakai klubokban és bárokban játszottam rock and rollt. When I was 19 years old I wasn't getting rich and I wasn't getting famous and I was really lonely. 19 éves koromra se nem lettem híres, se nem lettem gazdag, de nagyon magányos lettem. My friends were strung out on drugs. A barátaim drogosok voltak már. Couple of them committed suicide. Néhányan öngyilkosok lettek közülük. Bunch of them had sexually transmitted diseases. Néhányuknak ilyen szexuális úton terjedő betegség volt már. It was just one big depressing mess. Egy hatalmas depresszív káosz volt az egész. And the songs I was singing in the bars. És a dalok, amiket énekeltem a bárokban. Partying, sleeping with girls. Ez a partiról szólt, meg arra, hogy mikor milyen lányjal fekszünk le. Didn't bring happiness. Nem hozott egyáltalán örömöket. And I decided I'm out of here. És akkor mondtam, már nekem ebből elég volt. És akkor döntöttem el, hogy megölöm magam. Only reason I'm alive. Az egyetlen dolog, amiért még életben is vagyok. Because of a youth group similar to the one that's here tonight. Mert egy fiatalokból álló csoport, mint amit itt is láttatok. And tell us about God. És ők jöttek ide ezek a bárokba és beszéltek nekünk Istenről. And at first I said, get away from me with your stupid God. És akkor az első reakció az volt, hogy tűnjetek innen a hülye istenetekkel együtt. I hate your God. Utálom az isteneteket. I curse your God. Átkozom őt. Thinking that in my hostility I pushed them away. Gondoltam, hogy majd ezzel az erőszakosságommal ellököm őket magamtól. No, it only encouraged them all the more. De ez még jobban felbátorította őket. Said, wow, these guys are really lost. We're gonna have to come back into this bar until they get saved. És azt mondták, fú, ez a csávó nagyon el van veszve. Vissza kell még egy párszor jönnünk ide. And when they found out I was suicidal, és amikor rájöttek, hogy én öngyilkos előtt vagyok, they were on me like ants on a picnic. Ott voltak körülöttem, mint hagyják a cukron. And they said, Bill Trey, don't kill yourself. És akkor mondták, Bill, meg ne öld magad. But you might need to be dying to yourself. De talán inkább meg kéne halnod magadnak. I thought, die myself? I thought life was all about myself. Meghalni magamnak milyen koncepció? Azt hittem, hogy jó az élet. Nem? And my hormones. Nem arról szól az élet, meg a hormonjaim. And my happiness. Meg a boldogságom. And my music career. Meg a zenei karrieremről. And they're like, how's that working out for you, man? És akkor hát, hogy működik ez neked, Bill? Last we checked, you were suicidal because of all of that. Legutóbb, mikor beszéltünk, még meg akartad ölni magad mindezek miatt. Well, they kind of had a point, but I didn't want to admit it. El kell ismernem, valami volt benne, amit mondtak, de nem akartam akkor elismerni. So many of us, when we're lost, we'd rather curse God and hold on to our bitterness. Annyian vagyunk, akik inkább átkozzuk Istent és kitartunk a mi keserűségünk mellett. Then confess our pride and our self-pity. Ahelyett, hogy megvallanánk a mi büszkeségünket és az önsajnálatunkat. Because it had become my identity. Mert ez vált az én identitásom már. Well, they challenged me to a debate with their pastor. Aztán egy kihívást intéztek felém, hogy beszéljek a pásztorukkal. I thought, cool, bring it on. Mondtam, hogy na jó, hozzátok ide elém. So I had a debate with their pastor. És akkor beszéltem a pásztorukkal. And I walked in there with my little Bill Drake half-baked California religion. És aztán én besétáltam oda a kis Bill Drake félig sült kaliforniai vallásommal. And the pastor came at me with the word of God. A pásztor jött the Holy Spirit. With Jesus Christ. Jézus Krisztus. 2000 years of Christian history. 2000 éves keresztény történelemben. And he just mopped the floor with Bill Drake. Szépen fölmosta le a padlót. And then when he was done mopping the floor with me, és amikor szépen föltakarított, he sent me home. Hazaküldött. Now I don't know if this is good advice to give suicidal people, but this is what he said to me. Nem biztos, hogy ez a legjobb tanács öngyilkos jelölteknek, de ezt mondta nekem. He said, Bill, when you get home, you got kind of two choices. Bill, amikor hazamész, két választásod van. You can blow your brains out. Kilocsanthatod az agyadat. Or you can surrender your life to God. Vagy átadhatod az életedet Istennek. But I pretty much can tell that as a result of what's going on in your life, de meg tudom mondani, hogy az eredménye mostani életednek, you're pretty much finished living for yourself. Azt hiszem, befejezheted a saját magadnak való élést. And they were right. És igazuk voltak. So when I got home, I got down on my knees. Amikor hazamentem, leborultam a térdeimre. And it was like having a gun in one hand. És ez olyan volt, mintha az egyik kezemben ott lett volna a fegyver. And a Bible in the other one. És a Biblia a másikban. And I knew that someone was gonna die. És tudtam, hogy valakinek meg kell halnia. Pull the trigger by the grace of God. És Isten kegyelmében ugye nem húztam meg a ravaszt. But I said two words to God. De két szót mondtam Istennek. I said, I surrender. Megadom magam. And I gave my hurting, broken, abused life to Jesus. És átadtam a megtört, fájdalmas életemet Jézus Krisztusnak. I never prayed to God before.
Soha nem imádkoztam azelőtt. I used his name a lot, but I didn't pray. Sokat használtam Isten nevét, de nem imádságra. And you know, it wasn't like a weird thing, like angels showed up, or there was lightning bolts, or some weird stuff. És nem történt semmi különleges, angyalok se jelentek meg, nem volt villámlás, mennydörgés. I just remember for the first time in my life. De emlékszem, hogy először az életemben I was able to breathe a full breath of air. Egy teljes lélegzetet tudtam venni. Because my sin, mert a bűnöm, my self-pity, az én önsajnálatom, my arrogance, az arroganciám, and my rebellion, és az én lázadásom, was crushing me down. Összeroppantott engem. And I remembered my mother's words before she died. És emlékszem az édesanyám szavaira, mielőtt meghalt. She says, son, I'm going to pray for you every day I live. Fiam, imádkozni fogok érted minden nap, amíg élek. And if it's possible, when I get to heaven, I'll pray for you in God's face. És hogyha lehetséges, akkor még a mennyben is imádkozni fogok Isten színe előtt. And it reminded me of the first time I heard worship. És emlékeztem arra, amikor először hallottam igazán dicséretet. The first time I heard human beings really worship from the heart was at my own mother's funeral. És az első alkalom, amikor embereket hallottam szívükből imádni Istent, az az anyám temetésén volt. And all my life I've wanted to write a song that reminds me of that moment. És egész életemben akartam írni erről egy dalt, ami arra emlékeztet. So we're going to play for you now, and I dedicate this to my mother. És ezt szeretném az édesanyámnak ajánlani, amit most fogom. And all of you mothers out there that pray for the children that you love. És szeretném minden olyan édesanyának ajánlani, akik imádkoztak a fiaitokért, gyermekeitekért. My mother's prayers have been answered. Az én édesanyámnak megválaszoltattak az imádságait. Even though she never saw it on this side of eternity. Annak ellenére, hogy az örökké valóságnak ennek a felén és sosem tapasztalhatta. This is called there's a place of immeasurable blessing. Ennek a címe az, hogy ahol a mérhetetlen áldások van.
song. There is God who inhabits our praises, sings over us. Zsoltár, első két verse. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Unfailing love, forever.
szerették Istent. And they loved me. És engem is nagyon szerettek. But I was unable to receive their love. De képtelen voltam elfogadni a szeretetüket. And from a very young age. Így egy nagyon fiatal koromtól fogva. I had a root of rejection in me. Bennem volt az elutasítottság gyökere. And I didn't love myself. És nem szerettem magamat. And as I grew older, és ahogy öregettem, it grew into self-hatred. Az önutálat is nőtt bennem. And then depression. És ez egészen depresszióba fejlődött. And low self-esteem. És alacsony önértékelésbe. And I did not know that who I was in God. Nem tudtam, hogy ki vagyok én Istenben. I didn't know that God saw me as lovely. Nem tudtam, hogy Isten engem szeretettel néz. And as his daughter. Ez mint az ő leányát. And as valuable. És hogy értékesnek tart. And my identity was wrapped up in a people. És az én identitásom az teljes mértékben az emberek által volt meghatározva. And specifically I turned to boys for my value. És különösen a férfiak felé fordultam értékért. And I found my identity in being a girlfriend. És abban találtam meg az identitásomat, azban próbáltam megtalálni az identitásomat, hogy a barátnő legyek. Because I believed a lie. Mert elhittem egy hazugságot. That I wasn't complete without a man. Hogy én nem vagyok teljes egy férfi nélkül. And in that search for identity in boys. Ahogy én az identitásomat kerestem a férfiakban. Led to a path of destruction. Az egész, az a végig a pusztulásba vezetett engem. And I found myself in a string of abusive relationships. És az egyik erőszakos kapcsolatból a másikba estem. It started verbally abusive. Először csak szóban voltak bántalmazók. And physically abusive. Utána fizikailag is. And eventually I was married to a man. És aztán később pedig összeházasodtam egy férfival. At the age of 22. 22 éves koromban. Who abused me? Aki bántalmazott engem. Who threw me out of the house? Aki kihajtott otthonról. And abandoned me. És elhagyott engem. And eventually divorced me. És később el is vált tőlem. And I found myself at the age of 23. És 23 éves koromra. Completely broken. Teljesen megtört lettem. And filled with shame. És szégyeltem magam. And feeling like a failure. Én úgy éreztem, hogy én egy nagy kudarc vagyok. And like I wasn't worth loving. És úgy éreztem, hogy engem nem is érdemes szeretni. And up until that point. Egészen eddig a pontig. I thought I knew Jesus. I thought I knew Jesus. But I didn't know Jesus in a personal way. De nem ismertem Jézust egy személyes módon. I only had religion. Csak vallásom volt. I didn't have a personal relationship. Nem volt személyes kapcsolatom. But in that moment of brokenness. De ebben a megtört pillanatban. God came to me in a personal way. Isten egy személyes módon találkozott velem. And in Isaiah 54:4. És az Ézsaiás 54:4-ben. He says that I am your husband. Azt mondja, hogy én vagyok a férjed. And when I had no home. És amikor nem volt otthonom. God gave me a home. Isten adott nekem egy otthont. And when I had no job. És amikor nem volt munkám. He gave me a job. Isten adott nekem egy munkát. And when I had no husband to love me. És amikor nem volt férjem, aki szeressen. He became my husband and he loved me just the way I was. Ő lett a férjem és pontosan úgy szeretett, ahogy voltam. And in that place. És ebben a pillanatban, ebben a helyzetben. The Lord began to speak truth over me. Isten elkezdte az igazságát szólni nekem. That I did have value. Hogy nekem van értékem. Because I was his daughter. Azért, mert én az ő leánya vagyok. And I was complete in him. És benne én teljes vagyok. And as I journeyed in that truth. És ahogy ebben az igazságban fejlődtem. I was able to love myself again. Újra tudtam saját magamat is szeretni. And to love others. És ezáltal képes voltam másokat is szeretni. And tonight I'm going to do a dance. És ma este fogok egy táncot bemutatni. Called You Know Me. Az a címe, hogy Te ismersz engem. And it talks about how God has seen all of my past. És ez arról beszél, hogy Isten hogyan látta az egész múltamat. And all of my future. És az egész jövőmet. And he's never left for one moment. És egy pillanatra sem hagyott magamra.
And I'm gonna dance with these silks that I painted. És ezekkel a sálakkal fogok táncolni, amiket én festettem. And this silk represents all of my past with its pain, divorce and brokenness. És ez a sál lesz a múltam, az összes fájdalmával, elválással és megtörtségével. And this silk represents all of my future with its promises and hopes in God. A második sál pedig a jövőmet szimbolizálja, az összes reménységgel és Isten összes ígéreteivel. And the last silk represents God's ever-seeing eye that was always on me. A harmadik sál pedig Isten mindent látó szemét szimbolizálja, amely mindig ott volt rajtam. And that is always on each one of you. És ez a szem titeket is mindig lát. And the Lord wants you to know that God sees you right now. És ez Isten azt akarja, hogy tudd, hogy ő most is néz téged és figyel téged. That he knows every desire in your heart. Hogy minden egyes gondolatodat és érzésedet, vágyadat tudja. And every hair on your head. Minden egyes hajszálatról tud. And he's loved you ever since you were born. És a születésed, a fogantatásodtól fogva szeretett téged. He's not angry with you. Nem mérges rád. Or disappointed. Nem is csalódott benned. But he desires you. De vágyik rád. And after I do my dance tonight. És a táncom után. My girls are going to come and do a drama. A lányok fognak előadni egy drámát. And it's going to represent the battle that's going on in the heavenlies over your life. És ez arról fog szólni, hogy a szellemi világban milyen harc folyik a szívetekért. And how Jesus is coming to rescue you. És hogyan jön Jézus a te megmentésedre. And to restore you to him. És hogy helyreállítsa a kapcsolatot az Atyával. God bless you. Isten áldjon benneteket. Oh, yeah.
Because it so well illustrates what goes on in the spiritual realm when someone gets attacked by the enemy. Mert annyira jól illusztrálja, hogy hogyan támad minket az a gonosz a szellemileg. And that was certainly what was going on in my life when I was suicidal. És ez igazán jelen volt az én életemben, amikor öngyilkos terveket voltam. If the Satan and his host could kill you right now, he would. Hogyha Sátán megtenné, most kivégezzen téged, megtenné, hidd el. He hates you. Utál téged. He hates God's creation. Utálja Isten teremtményeit. And if you're not a believer, és ha nem vagy még hívő, you are open season to him. You can play you like a marionette. Olyan vagy számára, mint egy marionett bábú. And in my life, even after I became a Christian, there was still a whole lot of unfinished business that he was trying to mess around with. És az életemben annak ellenére, hogy megtértem, még volt egy pár dolog, amivel még ott a Sátán engem I was filled with a lot of unforgiveness and a lot of bitterness toward my stepfather for abusing me. És keserűséggel a nevelő apám iránt, aki bántalmazott sokáig. And as a young man preparing for the ministry, God convicted my heart that I was a hypocrite. És Isten szembesített a szívemben, hogy én egy képmutató vagyok, ahogy készültem a szolgálatra. And he told me to go make things right with my stepdad. És azt mondta nekem, hogy menjek el, és rendezem el a dolgokat a nevelő apámmal. I couldn't make things right with my own father. Saját apámmal nem tudtam már elrendezni. Even though he disinherited me. Annak ellenére, hogy ő kitagadott engem. He had been a millionaire doctor. Ő egy milliómos orvos volt. But he drank it all away. De az egészet elitta. And he died when he was 54 years old. He drank himself to death. És 54 évesen halálra itta magát.
And so I made a long journey from Los Angeles to Seattle to see my stepfather to make things right. Los Angelesből Seattle-be. I knocked on his door. Bekopogtam az ajtaján. And he opened it up and he said, "Who are you?" Kinyitotta és kérdezte, te meg ki vagy? He didn't recognize me. Meg se ismert. Because the last time he saw me was my mother's funeral. Mert utoljára az anyám temetésén látott. And 11 years had gone by. 11 éve eltelt azóta. And when I said my name is Bill Drake, he got scared. És amikor mondtam, hogy én Bill Drake vagyok, akkor így megrémült. Because he thought maybe I showed up to finish the job. Mert gondolta, hogy eljöttem befejezni az elrendezett dolgokat. And I said, "No, man, you don't need to be afraid of me." És mondtam, hogy nem kell félned. God has totally changed my life. Isten teljes mértékben megváltoztatta az életem. And we had a talk. We caught up on 11 years. És aztán beszélgettünk, próbáltuk bepótolni az elmúlt 11 évet. And then I began to share with him how God had changed my life. És aztán megosztottam vele, hogy Isten hogy változtatta meg. And I said, "Roger, I've come all this way to forgive you for the child abuse." És aztán mondtam, hogy Roger, egészen idáig utaztam, hogy megbocsássak neked mindazért a bántalmazásokért, amit. And all the times you beat my mom. Azokért, amikor megverted az anyámat. And you beat my six brothers. És a hat testvéremet is verted. But I've come here to forgive you. De azért jöttem, hogy most megbocsássak. And he kind of folded his arms, he kind of looked at me and nodded. Aztán így összetette a kezét, így rám nézett, bólogatott. He says, "Well, you kind of were a problem child." Hát igen, elég problémás gyerek voltál. And he owns none of it. És semmit nem ismert el az egészből. And that old familiar rage just starts back. Az a jól ismert régi düh. Ott volt megint. I mean, I showed up to forgive him. Azért jöttem, hogy megbocsássak neki. And now I am ready to take him out. És már megint ott vagyok, hogy kinyírom. And I left. És aztán ott hagytam. Completely unreconciled. Teljes mértékben elrendezetlenül. And I gave him 20 years of my silence. És aztán 20 év csendterápia. Not an email. Se egy email. Not a phone call. Se egy telefon. Not a Christmas card. Se egy karácsonyi üdvözlőlap. 20 years of silence. 20 év csend. You know, bitterness can wait a long time. Tudjátok, a keserűség sokáig tud várni. We've just come from Serbia. Most jöttünk éppen Szerbiából. Bitterness can wait a long time. A keserűség sokáig tud várni. Unforgiveness. Meg nem bocsájtás. Can wait a long time. Örökké tud várni. In fact, it can wait more than a lifetime. Egy életen, tovább tud várni, mint egy élet. It can pass on to the next generation. A következő generációra, a következő generációra átszáll. Demons don't get tired. A démonok nem fáradnak el. And you place a big old magnet on yourself. Ha pedig egy nagy mágnes teszel magadra, they're nice to be attracted to it. Akkor ők meg egyszerűen vonzódnak. And that's what I've done in my life. Ez az, amit én tettem az én életemben. But the day came, I went back to Seattle to do a concert. 20 years later. De 20 évvel később eljött a nap, amikor ott koncerteztem. And I phoned my half brother Pete, and I said, "I'm coming to do a concert. You need to come hear me." És akkor felhívta az öcsémet, hogy gyere el a koncertemre, itt leszek Seattle-ben. He said, "I'd love to." Mondta, hogy nagyon szeretnék. But I'm not going to. De nem fogok. Unless you come see my dad. Ha csak el nem jössz meglátogatni az apámat. I said, "I hate your dad." Mondom, utálom az apámat. He said, "I know." Ezt tudom. But I'm not going to come see your concert if you won't come see my dad. De én sem megyek el a koncertre, ha nem jössz el az apámat meglátogatni. So I had a decision to make. És egy döntés előtt álltam. Don't you see how my bitterness and my unforgiveness were actually controlling me? Látjátok, hogy kontrollált az én keserűségem és meg nem bocsájtásom. Controlling my attitudes. Kontrollálta a hozzáállásomat. And the decisions I made. A döntéseimet. And I said, "Okay, Pete, I'll go see your dad." Okay, Pete, mondom, elmegyek. Well, I didn't sleep too well that night. Hát aznap este nem sokat aludtam. And then we had the concert. Pete came forward. Ott volt a koncert, és aztán a végén Pete előre jött. And at the end of my concert, Pete actually gave his life. Igazából a koncert végén Pete átadta az életét Krisztusnak. Which is a miracle. Ami egy csoda. Because he's dying of AIDS today. Mert ma AIDS-ben haldoklik. Because of some poor choices he made in his life. Néhány rossz döntés miatt az életében. And then afterwards he comes up to me and he says, "Okay, man, tomorrow we'll go see my dad." Utána jött hozzám, "Okay, holnap akkor megyünk meglátogatni az apámat." So tomorrow came and I woke up and I drove the car and I parked the car and I got in the elevator and I went up the lift and I knocked on the stepfather's door. Tehát másnap elmentem a házához, leparkoltam, fölmentem a lifttel, bekopogtam. He opens up the door. Kinyitott az ajtót. And there he is. És ott van. The monster child abuser. Az a szörnyeteg gyermek bántalmazó. He didn't look so much like a monster. Addig jól nem nézett ki annyira szörnyeteknek. He was 73 years old. 73 éves volt. Just a frail, lonely old man. Csak egy magányos, megtört öreg ember. And he wants to hug me, and he comes to me, "Billy." És így meg akar ölelni, és ír, hogy Billy. And I don't know whether to vomit. És nem tudtam, hogy most tényleg odahányjam. Or to feel sorry for him. Vagy pedig sajnáljam. He wants to go to breakfast. El akart menni reggelizni.
and catch up on 20 years of silence. És aztán bepótolni az elmúlt 20 évet. Okay, no offense, my precious Hungarian friends. Nem akarlak titeket megsérteni. We're not talking about a Hungarian breakfast, a little piece of bread and some cheese and salami and a little spread. De mi egy kis magyar reggeli volt, hogy zsömle, szalámi, meg sajt. We're talking about the whole American heart attack. Hanem az egész amerikai szívrohamot volt. Hash browns, scrambled eggs, waffles. Krumplitól kezdve a amerikai palacsintán át az olyan nyomait itt hordozom. Anyway, we catch up on 20 years of silence. 20 évet próbáltunk bepótolni. And at the end of it, he turns on me. És a végén odafordul hozzám. And he curses the fact that I'm a minister. És elkezd átkozni amiatt, hogy én egy pásztor vagyok. And he curses my religion. És elkezd átkozni az én hitemet. It was like his voice changed. És így a hangja is megváltozott. He became another thing. Együtt teljesen más emberré vált. And he's accusing me. És elkezdett vádolni. And I'm thinking, I recognize that voice. És mondom, hát, fölismerem ezt a hangot. I used to get abused by that voice. Ez volt az, aki állapot. I hate that voice. Utálom ezt a hangot. You may be 73 years old man, but let's go outside and take care of it right now. De lehet, hogy 73 éves vagy öregem, de kimegyünk és szétverlek. Like I said, bitterness can wait a long time. Ahogy mondtam, a keserűség elég sokáig tud várni. I was amazed at how the anger was just, it was just there again. Hihetetlen, hogy az a düh, harag pillanat alatt ott volt megint. Right in that moment, the Holy Spirit spoke to my heart. És abban a pillanatban a Szent Szellem szólt hozzám. And said, Bill Drake, I need you to say this to this man right now. Bill Drake, ezt és ezt mond itt és most ennek az embernek. And I said, I'm not saying that. Azt mondja, nem fogom ezt mondani. And God said, oh yes, you are saying that. És Isten azt mondta, de bizony. I don't want to say that. De én ezt nem akarom mondani. God said, you better say that. Isten azt mondja, jobb, ha ezt mondod. Or you might not be breathing when you leave this apartment. Vagy lehet, hogy nem hagyod el élve ezt a helyet. It was like God was saying to me. Ez olyan volt, mintha Isten így azt mondaná nekem. I don't want you to miss. Nem akarom, hogy elszalazd. The reason I allowed this to happen in your life in the first place. Elszalazd azt a pillanatot, amiért ezt megengedtem, hogy ez az egész az életedben megtörténjen. I didn't have room in my theology for a God that allows little children to get abused. Az én teológiai értelmezésemben ez nem fért bele, hogy Isten hagyja a kisgyerekeket szenvedni. I would rather curse God and hold on to my own bitterness. Inkább átkoztam Istent, és kitartottam a saját keserűségem mellett. Than repent of my own arrogance and self-pity. Ahelyett, hogy megbántam volna az én arroganciámat és önsajnálatomat. God was calling me out right in this moment. És Isten abban a pillanatban szólt. And I kind of wanted to continue breathing, so I better obey. És nem akartam ott helyre meghalni, úgyhogy azt mondtam, inkább megérdemeltem. Roger, I have something I need to say to you. És mondom, Roger, valamit el kell mondanom. And he got a little bit defensive. Megint egy kicsit ilyen védekező állást tett fel. I said, thank you for those piano lessons that you gave me when I was 5 years old. Köszönöm azokat a zeneórákat, amit 5 éves koromban adtál nekem. Because now I'm a professional musician and I travel around the world and I have CDs. Mert ma egy profi zenész vagyok, világszerte játszom, és 13 albumom van. And a lot of that's because of you and the investment you made into my life. Thank you. És ez többek között amiatt van, hogy te belém fektettél. And he said, thank you. És akkor azt mondta, hogy köszönöm. And his eyes were wet. Benedvesedett a szemem. He had never heard me say a nice thing to him in his life. Soha életében nem hallott egyetlen kedves szót sem tőle. And the Holy Spirit spoke too. És akkor a Szent Szellem megint szól. And he says, that was really nice, Bill. Hát ez nagyszerű, Bill. But that's not what I told you to say to him. De nem ezt mondtam, hogy mondta. Great. Nagyszerű. Okay, so then I said, I have something else I need to say to you, Roger. És akkor mondom, Roger, még valamit el kell mondanom. And now he gets really defensive. A Bill megint nagyon megijedt. You know, I just shared the good stuff, and now I'm going to come in with the bad stuff. Most előbb volt a jó, aztán most jön a java. I said, I need to ask you. Meg kell, hogy kérjelek téged. To forgive me. Hogy bocsáss meg nekem. Because I hated you. Mert szívből utáltalak. I've gone on hating you my whole life. Egész életemben folyamán utáltalak. And I hurt you. És fájdalmat okoztam neked. And I need to ask you to forgive me. És én kell, hogy megkérjelek téged, hogy bocsáss meg nekem. And now the tears are streaming down his face. Addigra patakzanak a könnyei. And he says, and I hurt you. És azt mondta, és én is fájdalmat okoztam neked. And I abused you. És én bántalmaztalak. And Bill, I need to ask you to forgive me for abusing you. És Bill, meg kell, hogy kérjelek, hogy te is bocsáss meg nekem, amiért bántottalak. Mind a ketten sírunk addigra. And God spoke in that moment. És Isten megint szólt abban a pillanatban. And he said, Bill Drake, you would have never heard those words in your lifetime. Bill Drake,
soha nem hallottad volna ezeket a szavakat az egész életed során. If you hadn't been willing to go first. Ha nem lettél volna hajlandó megtenni, you know, az első lépést. He is the God who goes first. Olyan jó Isten, aki megteszi az első lépést. I mean, that's what Jesus did, isn't it? He came down here and took the blame for a bunch of stuff he didn't do, and he owned it because he knew we couldn't. Nem is Jézus is ezt tette, hogy lejött ide közénk, magára vette az összes vádat, és tulajdonolta annak ellenére, hogy nem ő követte el őket. Friends, you're never more God-like than when you go first. Testvéreim, sosem vagytok inkább hasonlók Istenhez. And I don't need to, az első lépést. I don't need to tell Hungarians about pain. És nem kell a magyaroknak arról beszélnem. I don't need to tell you about what it's like. Nem kell nektek ezt elmesélni, hogy milyen. To be broken. Hogy milyen az, amikor meg vagytok törve. After two world wars and a communist era. Két világháború után és a kommunista éra után. I'm married into Hungary now. Most már Magyarországhoz tartozom. And I hear so many Hungarians. És annyi magyart hallok. Well, I'm so glad that I'm a Christian. Annyira örülök, hogy keresztény vagyok. Jesus loves me. Jézus szeret engem. It's so wonderful. Annyira nagyszerű. But life is so hard. De az élet olyan nehéz. You know, life is hard. Tudjátok, az élet igen nehéz. But if you wear the grave clothes that the devil designed for you to wear, de ha azokat a gyászruhákat hordod, amit a sátán készített, you will always be a victim. Addigra, akkor mindig csak egy áldozat leszel. And you will always be defined by others. És mindig mások fognak téged meghatározni. Or you will be defined by the enemy. Vagy pedig a gonosz fog téged meghatározni. And the choice you need to make is that you will not be defined by those things. És neked azt a döntést kell meghoznod, hogy te nem hagyod, hogy ezek definiáljanak. That was the choice I needed to make. Nekem is ezt kellett meghoznom. I would not be defined by the devil. Hogy a sátán nem határozhat meg. I would not be defined by an abusive stepfather. Nem hagyom, hogy a zaklató. I would not be defined by a father who disinherited me. És nem hagyom, hogy az apám, aki kitagadott, határozzon meg. And I would not live my life in the self-pity of I'm a victim, I'm a victim. És nem vagyok hajlandó önsajnálatban élni, hogy én egy áldozat vagyok, áldozat vagyok. But I would allow Jesus to give me a new identity. Hanem hagyom, hogy Jézus egy új identitást adjon nekem. I'm a citizen of heaven. Én a menny polgára vagyok. I've been raised up with Christ. Krisztus együtt feltámadtam. Because I've been crucified in Christ. Mert Krisztus együtt én is meg vagyok feszítve. And it's no longer I who live. És többé nem élek én. But it's Christ who's living in me. Hanem Krisztus él bennem. And the life I now live. És az élet, amit most élek. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Az Isten fiába való hitben élem. Aki meghalt értem és szeretett engem. Your national anthem talks about all the pain of the future. A nemzeti himnuszunk beszél az összes fájdalmunkról és jövőnkről. But in God, man, that's not your future in God. De nem ez a jövőnk Istenben. You have such unbelievable potential as a people. Akkor hatalmas potenciál van bennetek, mint emberekben. Some of our most famous doctors and nuclear physicists are Hungarians. A legnagyobb orvosok és atomfizikusok Amerikában magyar származásúak. You are wonderful, hospitable people. Nagyon kedves és vendégszerető emberek vagytok. And I love coming to your nation. És nagyon szeretek idejönni Magyarországra. It's a privilege to come to your nation. Ez az én kiváltságom, hogy idejöhetek. Do not let the enemy tell you that you're worthless. Ne hagyjátok, hogy az ellenség elmondja nektek, hogy do not let him fit you for the grave clothes. Ti nem vagytok értéktelenek, nem kell a gyászruhákat viselni. That is not who you are. Ez nem az, aki ti vagytok. And as long as I walked around as the victim, I never could enter into the victory that's in Jesus for me. És amíg áldozatként jártam, keltem, nem tudtam belépni a győzelembe, amit Krisztus megszerzett nekem a kereszten. And that's what this song's about. És ez a dal erről szól. It's called Totally Abandoned. Arról szól, hogy teljes mértékben ráhagyatkozva. God bless you. Isten áldjon benneteket. Jesus, here is my sacrifice.
I am totally abandoned, wrecked at your feet. I am smitten by forgiveness, broken and complete. Help me die my ambitions and my self-erected pride. Help me live out on this altar till in you I'm crucified. You guys just be willing just to pray with me for just a moment. Imádkoznátok velem csak egy pillanatig. Just bow our heads together.
Csak hajtsuk meg a fejünket együtt. God, I just want to ask that you would just move through this place and touch the hearts of everybody within the sound of my voice. Uram, csak kérlek, hogy menj körbe itt a teremben, és érintsd meg a szíveket. You are the God of reconciliation. Te vagy az, aki helyreállítasz, Istenem. You're the God who binds up the brokenhearted. Te kötözöd be a megsebzett szíveket, Istenem. You are a husband to those who are widows and divorced. Te vagy férj azoknak, akik elváltak vagy megözvegyültek. And you are a father to the orphans. És te vagy az apa az árváknak. You sing in your word that you'll make beauty from ashes. Te azt mondtad, hogy a porból is életet teremtesz. And you'll turn sorrow into dancing. És a bánatot örömre fordítod. Every one of us here has been hurt. Mindannyiunkban van sérülés. To different degrees. Valamilyen szinten. But every one of us in here has also failed. De mindannyian valamilyen szinten megbuktunk. Maybe there's someone we need to go first with. Valaki talán, aki felé mi nekünk kell megtenni az első lépést. Put that person on our mind right now. Uram, kérlek, hogy te hozd azt az embert oda a szívünkre. We will go be reconciled. Hogy mi ne hagyjuk ezt így. We will go first. És mi menjünk, tegyük meg az első lépést. Because we're never more godlike than when we go first. Mert mi sosem vagyunk hasonlóbbak hozzád, mint amikor első lépést teszünk. That's what the cross is. Ez a kereszt is. Jesus going first. Jézus megtette az első lépést. How much more should we be able and willing? Mennyivel inkább nekünk is meg kell tennünk. So help us, God. Istenem, segíts nekünk. Maybe there's someone in here tonight that doesn't have a relationship with you. Talán itt van valaki ma úgy, hogy nincs még kapcsolata veled, Istenem. Would you touch their hearts? Megérintenéd az ő szívüket. And bring them to that place of surrender. És elhoznád őket arra a pontra, hogy átadják magukat neked. Surrender their unbelief. Hogy megadják az ő hitetlenséget. Surrender their cynicism. Átadják cinikusságukat. Surrender their rebellion. És az ő lázadásukat. And give themselves completely to you. És hogy teljes magukat átadják neked. And maybe there's someone in here who's really been wounded. És talán úgy vagy itt ma este, hogy nagy fájdalmakon mentél keresztül. And they've been wearing it around like a trophy. És egy trófeát hordozod ezt körbe. Or they've just been putting on the grave clothes of the victim. Vagy csak inkább áldozatként jársz körbe a gyászruhákban. Would you meet them at their deepest point of need? Uram, találkoznál velük a legmélyebb ponton az életükben. And bring healing to their life. És a szívük legmélyére hoz gyógyulást. In Jesus. Jézus nevében. Amen. 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 So this next song is called I'll Obey and Serve You. A következő dal arról szól, hogy engedelmeskedem és szolgálni foglak. And this was a worship song that I sang. És ez egy olyan dal volt, amit én is énekeltem. Many, many years ago. Nagyon sok éven keresztül. And I've completely rearranged it. Átalakítottam egy kicsit. And I'd like to present it for you this evening. És szeretném majd énekelni nektek. And it's a testimony straight from my heart. És ez egy bizonyságtétel egyenesen a szívem mélyéből. I didn't write the first part, but I wrote the second part. Nem én írtam az első felét, de a második felét igen. And we're going to give it to you. És nektek szeretném ajánlani. And invite you to sing it with us if you can. És ha tudod, akkor énekeljétek velünk. As an act of surrender to our God. Egy megadásként Istennek, hogy átad az életed. Cause I love you.
solemnly and serve you. I will be, 'cause I love you. You solemnly, my life is in your hands. Yeah. And we're gonna just close here with an anthem. És egy himnusszal fogjuk befejezni. And then we'll have a closing song. És ez lesz a befejező dal. But if you know this in Hungarian, we want you to sing it with us. De hogyha tudjátok ezt magyarul, akkor énekeljétek velünk. It's a great statement about our God. És ez a nagyszerű Istenünkről szól. He is greater. Ő hatalmasabb. He is stronger. Erősebb. He is higher. És magasabb. He is healer. Ő a gyógyító. And he's our God. És ő a mi Istenünk. And if he is with us, és ha ő velünk van, who can possibly be against us? Akkor ki állhat ellenünk? That's our God. Ez a mi Istenünk. Amen. Amen. Te vagy az Isten, aki nevel, nevel minden szóval az igen, hegyeken mozdi, betegek oldít az Úr, az Úr. Open the eyes.
én a vérem, levarom minden az úrön az íget, hegyeken mozdít, beteget gyógyít az úr, máhi. Send your people throughout all the earth.
Sovereign Lord, please rain your glory down on this land of Hungary. Felséges Úr, áraszt ki a dicsőségedet itt Magyarországra. Send these precious ones a blessing from heaven. Uram, küldj egy áldást ezekre a fantasztikus emberekre itt. Meet each every person here at their deepest point of need. I pray for them. A legmélyebb szükségükben találkozz ezekkel az emberekkel itt. And I thank you for the privilege of being here in Békésen this evening. És köszönöm, hogy itt lehettünk ma este itt Békésen. Thank you, God, that you're here with us. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. And you've seen our songs and our dances and our stories. És láttad a mi dalainkat, a mi történetünket és a táncot. And you see the hearts of these precious ones who've come to spend their evening with us. És látod mindannyiuk szívét, akik itt vannak ma este. Would you rain down a blessing on this place? Uram, kiárasztanád az áldásaidat itt ma este. For your glory. A te dicsőségedre. For your honor. A te tiszteletedre. And for your power. És a te hatalmadért. For your great name's sake. A te nagy nevedért. Because you are worthy. Mert te méltó vagy. You are righteous. Igazságos vagy. You are faithful to generations. És generációkon keresztül hűséges. Your loving kindness is never failing. A te kedves szeretete sosem múlik el. You are to be worshipped in this place. Te kell, hogy itt dicsőítve legyél ezen a helyen. Precious Jesus. Kedves Jézus. Sovereign Lord. Felséges Úr. Holy God. Szent Isten. We belong to you. Hozzád tartozunk. We give ourselves to you. Néked adjuk magunkat. And we worship you. És téged imádunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Good night, friends. Jó estét, jó éjszakát mindenkinek.